szeretném megköszönni ezt a bizalmat, amit kaptam. Ez a tisztség felelősséggel is jár. Ezekkel a szavakkal kezdte köszönet nyilvánítását vendégedit, akit ismertetve megválasztottak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnökévé. Az alakuló ülésen többek között alelnököket, országos küldötteket, etikai bizottsági tagokat és osztályelnököket is választottak. Vendégedit elmondta, a tisztségviselők személye kapcsán több módosulás is történt, a legtöbb változás azonban az osztályelnökök összetételében zajlott le. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének a mai napon volt az alakuló küldöttgyűlése, ahol megválasztottuk 5 évre azokat a tisztségviselőket, akik majd képviselni fogják és a szakmai munkát fogják végezni a kamarában. A kamara elnökét, alelnökeit, az országos küldötteket, valamint az osztályok, a szakmai osztályoknak az elnökeit választottuk meg a mai nap során. Csike György, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének Tolna megyei elnöke úgy nyilatkozott, a magasz és a kamara válvetve dolgozik együtt a sikerért. Az USA-nak a mezőgazdasági minisztérium ma csinált hatástanulmányt erről, hogy itt mennyivel fog kevesebb élelmiszer kijutni Európába, és ez ugye mostani háború, ami eszkalálódik, és még nagyobb problémák lesznek, ez plusz kimondani és csúnya, de nem én találom ki, elvileg ez egy élelmiszer éhínséghez fog vezetni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatósága a precíziós, az ökogazdálkodás és a minőségi élelmiszerek termelését szeretné népszerűsíteni a magyar termelők körében.